Szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Zenéről pár percben mai adása, én Tóth László vagyok. Ebben a filmben Mozart kis G-moll szimfóniáját mutatjuk be. A vendégem pedig Sándor János karmester. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Kis G-moll szimfónia, de mitől kicsi ez a szimfónia? Mozart több mint 40 szimfóniát ért rövid élete során, mint tudjuk, 36 éves korában távozott el. Több mint 40-et nem tudjuk, hogy pontosan nem hányat? Nem tudjuk pontosan hányat, 40 és 70 közé teszik, 40-41-et. Ez elég ismernek. Nagy szám, a nagy a különbség. Hogy nem tudjuk mindegyiket? Hát ugye, mert ez 300 éve lassan, hogy 250, mikor ezek keletkeztek, és hát ugye kéziratokban, különböző kastélyokban vagy még nem kerültek elő, vagy eleve elvesztek, úgyhogy úgy satszolják a zenetörténészek, hogy 40 és 70 között. Miből gondolják, hogy több született, mint amennyit megtaláltak? Hát azért vannak nyomok, vannak levelezések, vannak olyanok, hogy maradtak fent egyes kották, de nem az teljes mű, úgyhogy ilyen fragmentekből azért lehet következtetni erre. Tehát ez a kis G-moll szimfónia. Ez a kis G-moll szimfónia. Előjáróban hagyd mondjak annyit, hogy ebben a korban általában ugye két hangnemben dolgoztak a zeneszerzők, az úgynevezett dur hangnemekben, ha szabad azt mondani, ez a dó sorra épülő hangnem, a másikben a moll hangnemek. Az egyik egy kicsit vidámabb, a másik kicsit komorabb, nem? Igen, ezeknek mindegyiknek megvan külön-külön a jelentősége, de még annyit hagyj tegyek hozzá, hogy a dur hangnemekben íródott zeneművek döntő többsége, tehát durban van, valamilyen C-dur, D-dur, stb., és a moll hangnemek azok sokkal kevesebbek. Általában vidámak a dur hangnemek, vagy nyitottabbak, vagy pompázatosabbak, szórakoztatóbbak, ha szabad ilyet mondani. Ez tehát nem ilyen, ez a kis G-moll. Ez nem ilyen, ez mollban íródott. Ennek a hangja, hangulata komorabb, aggódóbb, reszketőbb, tehát negatív. Egy nagyon különleges ritmussal kezdődik az eleje. Igen, egy szaggatott ritmussal, mi ezt úgy hívjuk, hogy szinkópák, mint egy ostorcsapások, úgy kezdődik a tétel. Aztán megszólal az oboa, és ő panaszolja el a fájdalmait, mintha ő szenvedte volna el ezeket az ostorcsapásokat. Hány éves korában írta Mozart ezt a szimfóniát? Ezt a szimfóniát 17 éves korában írta. Annyit még talán hozzátennék, hogy már előtte is írt ő szimfóniákat, mégpedig 8 éves korában írta az elsőt. Aztán. Úgyhogy nem semmi. Egyáltalán írni, tudni már az is valami, hát még szimfóniát írni. De ezt 17 éves korában írta. És azért kis G-moll szimfónia? Igen, ezt elfelejtettük, mert kettő G-mollt írt. Ez volt a korábbi, ez volt a rövidebb terjedelmű talán, és élete végén írt egy másik ugyanilyen szimfóniát, ami szintén G-mollban volt, és hát azt hívják a G-moll szimfóniának, ez pedig a kisöccsének a kis G-moll. Akkor most fogadjátok szeretettel Mozart kis G-moll szimfóniájának az első tételét az Alaegerszegi Szimfonikus Zenekar előadásában Sándor János karmester úr vezényletével. Thank you.
Ha tetszett az előadás, lájkoljátok a Városi Hangverseny és Kiállítóterem Facebook oldalát, kövessétek a YouTube csatornánkat, és megtaláltok bennünket az Instagramon is.